Elkészült a város karácsonyfája, ami a művelődési központban kapott helyet. Idén mézes kalácssal díszítették fel az 5 méter magas fenyőfát. A mézes kalács alkotó csoportot kérték fel a feladatra. 2011-ben kezdődött, úgyhogy azóta 2 év maradt ki, az egyik a Covid, a másik meg egy más alkalom volt, hogy nem csináltunk, de amikor nem csináltunk, akkor megreklamálták a látogatók, hogy hát máskor olyan jó mézes kalács illat volt itt, hogy most miért nincs, és akkor azóta csináljuk, hol templomot, hol Betlehemet, hol karácsonyfát díszítünk, csupaszív karácsonyfa, meg ilyeneket készítünk, mindig valami ötlet van karácsonyra. A Tamási Központ munkatársai emléklapot osztottak ki a lelkes mézes kalács alkotócsoport tagjainak a közösségi munkájukért. A további színes programot és a rendezvény menetét ismertette a kulturális szervező. A családosokat kreatív díszek készítésére invitálják. Több kézműves vesz részt a vásárban, hogy színesítsék az adventi ünnepek hangulatát. Jól érezzék magukat, találkozzanak ismerőseikkel, barátaikkal, családtagjaival érkezzenek ki ide hozzánk, és közösen készülődjünk, hangolódjunk az ünnepre. A programsorozatok 4 héten át minden vasárnap kísérik végig az adventet. Most az első gyertya került meggyújtásra, ami a hitet jelképezi.